Köszöntöm a tájékoztatónkon megjelent média képviselőit. Sajnálom, hogy nem tudom önöket kényelmesebben helyjel kínálni. Polgármesterünk utasítására nincs lehetőség a tantestületnek ezt a tájékoztatott épületen belül megtartani. Így szeretném hangsúlyozni, hogy ebben az esetben magánemberként, az utcán lévő magánemberként szólunk önökhez. Ennek a tájékoztatónak az apropója, és talán a gondolat, amelyik mottóként is szolgálhatott volna, hogy nyugalmat szeretnénk, tanítani szeretnénk. A Szent István Gimnázium kiérdemelt eredményességeit tovább megvédeni szeretnénk. Szeretnénk a 320 éves iskola legalább az év vége felé olyan állapotba kerül, hogy ünnepelje tudja saját magát és eredményeit. Nehéz időszak van mögöttünk. Ez a nehéz időszak itt egy 10 évvel kezdődött, amikor nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy a hajdani épületből el kell költöznünk. Nagy bizalommal és optimistán néztünk a jövő elé. 2002-ben a megyei fenntartásból átkerültünk Esztergom város önkormányzatához. Ebben az időszakban azzal reménnyel csatlakoztunk a városhoz, hogy jó gazdája lesz az iskolának. Jó gazdája lesz ezt polgármester úr személyesen, a legelső köszöntő alkalmával a tantestületünknek biztosította is. Elteltek az évek, és egyre újabb és újabb reményekre jogosító terveket ismerhettünk meg. Megismertük azokat az elképzeléseket, hogy hol lehet majd a Szent István Gimnázium jövőbeli helye. Nagy örömmel vettük részt ebben az előkészítő munkában. Örültünk, amikor arról volt szó, hogy a kanalok sorra kerül az iskola. Örültünk akkor, amikor 2005-ben megindult pályázattal egy új iskola rész építésével megnyugtató helyre kerül az iskola. Amikor ez az utóbbi terv lekerült a napirendről, onnantól kezdve kezdődött egy kicsit ziláltá válni a jövőnk, és egyre inkább közeledett az az időpont, amikor el kell hagyni az iskolát, és egyre közelebbé vált az az érzés, hogy nem tudjuk pontosan, hogy hol lesz a jövő. Ez az érzés minden normális emberben, aki a jövőbe szeret látni, ez természetesen megvan. Természetesen egyre erősödik, minél inkább közeledik az a veszély, amire joggal vagy jogtalanul az ember már számítani fog. Amikor az előző év vége felé különféle elképzelésekkel találkoztunk az iskola elhelyezésére vonatkozóan, akkor a nagyon sok változat között a bizonytalanságunk tovább erősödött. Amikor tájékoztatást kaptunk a fenntartó részéről, akkor ez a bizonytalanság majdnem minden egyes újabb tájékoztatóval csak tovább erősödött. Igaz, a tanév végén már tudtuk, hogy hova kell költözni. Ez az épület, ami számunkra úgy tűnik, hogy a lehetőségek között most elfogadhatóvá vált, a kényszer szült elfogadhatóság csak. Meg kell érteni az iskolánk dolgozóit, és meg kell érteni az iskola igazgatóját. Amikor az aggódó szülő kérdezi, hogy jövőre hol lesz a gyerekének az iskolája, hova fog kerülni, és az igazgató nem képes választ adni két hónappal, nyári szünettel előtt sem arra a kérdésre, hogy hol kezdődik majd a tanítás. Ugyanis még a nyár folyamán is újabb variációkat ismertünk meg, azok a kételyek, hogy mégsem a hell, hanem a Bottyán, ha ez nem, akkor esetleg még más megosztásban is az iskolák elhelyezésre kerül. Számtalan szülői telefon, számtalan aggódó hang kérdezte, hogy mi lesz velünk.
Mit tudott válaszolni Sutko Pál igazgató? Azt tudta válaszolni, és ezt válaszolta, és szeretném ezt megerősíteni az önkormányzat felé is, hogy lesz megoldás, nem tudjuk, hogy milyen megoldás lesz, de lesz megoldás, és ennek megfelelően, ha nem is nagy optimizmussal, de reményekkel indulhatunk az úton. Amikor el kellett költöznünk régi épületünkből, ami több mint 50 évig adott otthont a Szent István gimnáziumban, az iskola egésze, tantestülete, diáksága, segítőszülők egy emberként vettek részt a költözésben. Hatalmas nagy munka volt, amit kellőképpen nem tudunk megköszönni a diákjainknak sem. Tehát elfogadtunk a költözés tényét. Elfogadtuk akkor is, hogyha még nem tudtunk ebbe az épületbe beköltözni. Amikor ezeket a kérdéseket újra és újra igazgatónak feltették, de ebben az időben a bizonytalan válaszok felerősítették azokat a hangokat, amelyek részben a szülők, részben a hevesebb vérmérsékletű emberek között megfordultak. Nagyon sajnáljuk, hogy ennek az lett az eredménye, hogy az iskola fenntartója, pontosabban Megyes Tamás polgármester úr érzékenységét az olyan módon érintette, hogy ellene indul a támadás. Nem, az iskola semmiképpen nem ellene indított támadást, hanem a körülmények, a megoldatlanság miatt indított támadást, és ebben elsősorban Sutko Pál igazgató volt az, aki képviselte az önkormányzatot, és próbálta visszafogni azokat a hangokat, amelyek ezzel ellentétesek lettek volna. Ezért érthetetlen számunkra az, hogy az iskola működését az utóbbi időben jelentősen megzavaró lépések történtek az önkormányzat részéről. Elsőként megéltük azt, hogy talán az országban egyetlen gimnázium és középiskolájában nincs igazgatóhelyettes, ezzel lehetetlenné tette az iskola működését, az igazgatói munka eredményes elvégzését, és utána, amikor már úgy tűnt, hogy megbirkózunk a feladattal, kezdett az iskolánkban rend lenni, szertárakat kezdtük bepakolni. Optimista gondolatokkal gondoltuk, hogy egy hónap múlva vagy kettő múlva az iskola teljesen használható lesz számunkra. Nagy megdöbbenéssel tapasztaltuk azt, hogy Megyes Tamás polgármester úr Sutko Pál igazgató beindította magához, és felszólította, hogy közös megegyezéssel mondjanak le. Úgy gondolom, talán azért mondhatom én ezt, és vállaltam, hogy ezt elmondom, mert a Szent István gimnázium az életem része, fő része. Diákként, tanárként, igazgatóhelyettesként, igazgatóként ebben az iskolában dolgoztam. Amikor igazgatóváltásra került sor, akkor Sutko Pál számomra a legmeggyőzőbb volt, aki szakmaiságában és emberségében ennek a feladatnak a megoldására leginkább alkalmas. És úgy látom a továbbiakban is, hogy az iskola eredményes működésére Sutko Pál igazgató lenne a garancia. Saját véleményemet mondtam el, ez a vélemény úgy gondolom, hogy sokban egybecseng a tantestület többi tagjával is, de hát hallgattassék meg a többiek is. Köszönöm szépen! A harmadik magyar köztársaság megalakulásának első szabadon választott parlamentjében egy képviselő, arra már nem emlékszem, hogy jobboldali vagy baloldali képviselő mondta a következőket. Nem értek veled egyet, de mindent megteszek annak érdekében, hogy elmondhassd a véleményedet. Na, ez az a pont, ami miatt én most itt szeretnék egy-két dolgot. Érthetetlen, mert ha másra nem gondol az ember, csak arra, nyissa ki a polgármester a televíziót este. Nézze meg, hogy a mai kormánypárt az mit kell, hogy elviselje. És el kell, hogy viselje, mert ez demokrácia. Értetlenül áll az ember egy olyan vélemény előtt, hogy a sajtóban megjelenik egy valami megjegyzés, például ilyet, hogy ínséges sorsú, Szent István gimnázium tanára az egyik kollégám. A helyi televízióban jelent meg. És ezen fölkapta a vizet, és ebből már bonyodalom lett. Miféle demokráciáról beszél ez az ember? Miről beszél?
Az, hogy sanyarú ennek az iskolának a sorsa, igen az. És ebben az utolsó fázisban neki is mérhetetlen felelőssége van. Először is az iskola új épületének megoldására. Kellő időben, mert az egyházi jóvátétel már 10 évvel ezelőtt szóba került, tudták, hogy nekünk abból az épületből el kell menni. Tehát az megoldást kell keresni. Pénz is volt állítólag rá. Megoldhatták. Szóba került, igen, a 2005-ös variációk után szóba került az, hogy a Bottyán épület. Az első mérhetetlenül felelőtlen döntést én ott tartom, hogy az iskola nem kapta vissza a Bottyán épületét. Az államosítás évében, a kommunizmus kezdetén az volt az első, hogy egy humanisztikus gimnáziumot onnan ki kell telepíteni. Egy klasszicista stílusba épült épület, freskókkal, ahol mindenhol a klasszikus kultúra részei sugároztak a falról. Ezt egy műszeripari vagy egy gépipari technikum, azért, mert az ipari lobbinak akkor úgy tetszett. Az ottani igazgató annak idején hulla részegen feküdt, kérem, keresztbe, én saját szememmel láttam a tivornyázások után. A nehézipari minisztériumnak az emberei csapatostul jártak le hétvégeken inni, enni és dőzsölni. Azért lett a Bottyán technikumé az az épület. Az lett volna a legvilágosabb, a legtisztább megoldás, amikor ezt a hell intézményt megszüntették. Hozták volna ide ki, ez egy ipari létesítménye, lehet látni, rá kell nézni, egy szociális stílusú, ez egy gimnáziumnak soha nem lesz egy megfelelő épület. Na, tehát most miért várják azt, hogy ezért lelkesedni kell. Tudomásul vettük, igen, kiköltöztünk, rendben, tisztességen végrehajtottuk, és láttuk, hogy ez a lehetőségek közül ez az egyetlen változat ma már. Elfogadjuk. De azt ne várják, hogy itt még lelkesedjünk. Vége van azoknak a pártállami éveknek, amikor tapsolni kellett azért, mert kifosztották a magyar paraszttól, elvitték a gabonát. És lelkesen kellett beszállítani a közösbe. Ennek az időnek vége. Az önkormányzat, kérem szépen, én Fidesz választó polgár vagyok. Mióta Fidesz létezik, én mindig a Fideszre szavaztam. És higgyék el, ég a pofám, hogy ez az önkormányzat. És tudják, hogy mi van? Az van, hogy megy az ember az utcán, megkérdezik, és mondom, hol van a fideszes önkormányzati többség? Hol van? Miért nem mondják azt, hogy kérem, nem, fölállunk, és új választást kell kiírni. Miért nem teszik meg? Nincs bennük kurázsi. Nincs bennük. Egyszerűen olyanokra adtuk a szavazatunkat, akik nem méltóak arra. Nem akarom én megsérteni azokat a képviselő tagokat, akik tisztességgel vállalták a felelősséget ebben a nehéz helyzetben. Szóval, csak még egyet szeretnék hozzátenni. Ennél, amit mi hallunk, vagy amit mondunk, ennek a nagyon-nagyon sokszorosát kutya köteles az önkormányzat vezetője, a polgármester elviselni, szó nélkül. Sőt, gondolkodjon rajta. Köszönöm. Én azt szeretném elmondani, hogy mindkét legutóbbi országgyűlési választásokkor nagyon feszült volt az egész ország helyzete. Tényleg egész végig, ugye, most már nagyon sokan mondták ezt, árokásás folyt, kialakult a két tábor. Mivel egy tantestület nagyon szűk közösség, ezért gyakran kérdezték barátaim, hogy nálatok ez hogy van. Ugye biztos nagyon ketté osztottak vagytok, hárommá, négyé. Biztos nagyon éles pártviták mennek, és vannak, akik már nem beszélgetnek egymással, mert barátokat ismerünk, akik nem beszélgetnek egymással, nemhogy kollégák. És én hihetetlen büszkeséggel mondtam, hogy ez a tantestület ezen fölül tud emelkedni.